Az egészségfejlesztési irodák hálózata a lakosság számára ingyenesen, beutalási rendszer nélkül elérhető szolgáltatásokat nyújt. A Szentesi Iroda a Dr. Bugyi István Kórház rendelőintézetének emeletén különböző szűrőprogramokkal, életvezetési és étkezési tanácsokkal várja a gyógyulni vágyó és egészséges pácienseket egyaránt. Legutóbb a Városi Sportcsarnokban megrendezett E-Fit sportnapon az iroda munkatársai az egészséges étrend alapjairól tartottak bemutatót. Ma már rengeteg diétáról beszélünk, egyik diéta jobb, mint a másik. De valóban hatékonyak? Hát diétárok igazából akkor beszélünk, mikor már valamilyen egészségünknek valamilyen szegmense károsodott, akkor beszélünk diétáról, mert gyógyélelmezés, gyógytáplálkozást jelent. Életmódváltásról igazából, amikor akkor gondolunk, és akkor van az egészséges táplálkozásra szükség az életmódváltáson belül, amikor az egészség megőrzés a cél. Tehát igazából ez a kettő között a különbség. Legfontosabb a minél kevesebb adalékanyagot tartalmazó ételeknek az elkészítése. Jó példa erre most az itt elkészített, a kollégáim által elkészített nyers saláták, amiknek igazából nagyon jótékony hatása van, magas rostartalmúak, C-vitamin tartalomban gazdagok, gazdag mindegyik összetevője a saláta, tehát a salátának, a hagymának, a paprika, ami összetevőt tartalmaz, jó hatásúak az emésztőrendszerre, magas, mint említettem már, magas rostartalmúak, a bélmozgást ugye elősegítik. Vannak nagyon szélsőséges diéták, gondolok itt például a paleolit diétára, gondolok a teljesen szénhidrátmentes diétákra. Erről mi a véleménye? Én úgy gondolom, és gondolom az egész szakma támogat ebben, hogy a szélsőségekben nem igazán érdemes hosszabb ideig belemélyedni, de vannak persze természetesen ennek követői, de úgy gondolom egészség megőrzés céljából valameddig valamilyen szempontokat lehet követni, de itt igazából a hangsúly az életmódváltáson és ezen belül az ételkészítési eljárásoknak a megváltoztatásán volna. Ha én végigcsinálok egy egyórás edzésprogramot, és utána eszek ennyi salátát, akkor én jól fogok lakni? Egyrészt az edzés már kivette az emberből annyi energiát, hogy ennyi saláta és egy pici húsétel, húsféle, könnyen emészhető húsokra gondolok, tehát csirkehúsból készült, szárnyasokból készült ételféleségekre zsírszegény módon elkészítve, tehát úgymond idézőjelesen mondhatom, hogy diétás módon elkészítve, akkor az igazából azt jelenti, hogy egy nagy pohár vízzel, illetve folyadékkal, egészséges folyadékkal, limonádéval, ki mit szeret hozzá, mondhatjuk azt, hogy igen.